Nagyon nagyok a kiadás, a fizetések nagyok. Azért nem bírjuk balanszban tartani a dolgokat, mert sok a fizetés, kevés a bevétel. Akkor növeld meg az adókat, ennyit tudsz, a föld... Várjál, itt mutatja föld... egyébként, hogy oszlanak el a dolgok. Azt mondja, hogy a pénzügyi eloszlásban van 5%, aki nagyon gazdag. De van... Most ezt nem értem. Nem teljesen tudom értelmezni ezt a grafikont itt. De az inkább azt mutatja a... Tehát, hogy kik vannak 5 és 20 és 40 és 100 között, és kik vannak 100 fölötti. Tehát kik rendelkeznek ennyi pénzzel. Tehát inkább, hogy mennyiük van. Adóemelés? 100 fölött van, az ugye a piros. Még adóemelés után is beköltözött új család. Hát akkor még emelsz majd rajta egy kicsit később. Tehát szerintem még kicsi az adó. Kicsit meglöktem megint. És azonnal talált magának munkát. Igazán nem sírhatnak. Van itt annyi meló, mint a Rosem. Nagyjából amúgy az adót szerintem az alapján tudod emelni, hogy milyen szintű ellátást kapnak. Tehát most ugye kapnak, hát ha kapnának mondjuk cipőt, akkor megint lehetne adót emelni nekik. Oké, de hát a cipő az először úgy készül, hogy bőr. Ugye? Igen, általában abból készült a bakorba. És a bőr az... Először vágóhíd kell. Ugye? Igen. Hát, gondolom. Élve nem jó megnézni a tehenet. Tiltakozik? Hát, egy kicsit. Azt mondja, egy kicsit. Éppen hogy. Jó, de szépen felszaporodnak addig a teheneink, mert már van egy pár. Az jó befektetés volt. A termelnek tejet is. Igen, most úgy tűnik, hogy nem akarnak éhen halni a fiatalok. Magtárban van búza meg krumpli az egyik magtárban, és van másik magtárunk. Kéne, hogy legyen mi. Nem ez az? Nem ez az? Nincs másik magtárunk? Pedig öskü kéne egy másik magtár, nem? Vagy nem? Jó, és hát egy csomó tartalékos héj van, vagy miatt a héj teszik, azt teszik a ezék. Azt mondja, hogy egy hónapnál kevesebb tartalék van, de igazából van. Nem is értem. Viszont lejárt a zenetárunknak a mostani válogatása, nem gond, csak ki kell választani, hogy zenéljen nekünk, és énekeljetek is benne, légy szíves. Jött közben kereskedő. Jó, az... Várjál, mert nem tudom mennyi textilünk van tartsiba. 270 textil, 240 ruha, és már van lócipő is. Természetesen az éppen nem kell nekik. Na, azt mondja, hogy ruhából tudunk 240-et eladni.
ami 60 putyinka, textilből 270-et, ami 54 putyinka, és lócipőt nem vesznek ezek az átkozottak. És közben szaporítom föl a lakosságot, hiszen több lakos, több adóbevétel. Hát jelenleg nem, több kiadás. Miért több kiadás? Hát mert minél több a lakos, egyre rosszabb a deficit. Hát nem. Egyre rosszabb a balansz. Nem, a balansz az nem ettől függ. A házakért fizetnek adót. És hogyha kapnak munkát, akkor azért kapnak pénzt, és abból fizetik az adót. Igen, de az adó meg kicsi. Mert igazából termelniük kéne, és kereskedelmből kéne behozni. Most nézem a Weaver Workshopot, hogy most ledaráltuk a 4000 hempet a két Weaver Workshoppal, és a ruha készítőben még van ruha is. Tehát most már farmokat fogunk tudni fejleszteni majd. Új család érkezett. Közben meg jönnek be a munkások, hogy a farmokat le is arassuk, ne csak kijelöljük. Szerintem az nem olyan rossz. Az egész dolgot meg kellene nézni. Hát most én elvileg kijelöltem, hogy supply for oxen, és rányomtam, hogy plow, nem tudom, hogy ez mit csinál, ezt egyet rányomtam, homokórázik, majd kiderül, hogy mi lesz belőle. Lehet, hogy csak a jövő évtől. Hát gondolom, mivel a vetés előtt szokták ugye átforgatni. Nem? Hát igen, általában már be van vetve, ma ritkán forgatják át a főzőt, az nem gazdaságos termelés. Én kellemesen ellazultam az almabortól, jelentem. Szuper kis délután fél ötös becsicsentés történik. Már hogy nem vittem még meg. Ki, mint a vámpír semmi színes, nincsen hótfehér úgy. Hát amúgy ilyen fehér vagyok, tehát én tényleg ilyen vámpír vagyok. Az igaz, hogy vámpír vagyok. De talán nem ennyire. Igen, ennyire nem. De mindegy, mert nem az a lényeg, hogy én milyen vámpír vagyok, hanem hogy a játékban mi történik, nem? Éppen születnek a gyerekek, örülhetsz. Örülhetek, tényleg születnek. És újabb épületek épültek fel. De már azért már 130 lakosunk van, most már van 9 ember, aki munkát keres. Na, megjött akkor a küldöttség, azt mondja, hogy tudunk 130 ruhát adni, vagy 33 lócipőt. 130 ruhát, ezt gyorsan el is adjuk. Lócipő? Nem. Nem, neki már ilyen nyerek kéne, meg minden más. Egyre szarabb cuccokat akar venni, amiket nem tudunk előállítani. De... De legalább el van a lakosságunk, mint befőtt a Svájcban, most már nem akarnak itt hagyni. Jött egy új. Tehát most van elég emberünk, 13 plusz emberünk van, ha nincs aratási szezon. Tehát néhány idei munkásunk azért már lesz itt. Mi a véleményed erről? Engem a pénzhelyzet jobban izgott. Mert még mindig... Pozitívban vagyunk. Igen, a sok kereskedés révén, de éppen hogy. 32 exporttal futunk jelenleg pozitívba, tehát nem... Szerintem meg most már megvan a kritikus számú ház, hogy végre eltartson egy ilyen kisváros. Mert ez már nem falu. De... Jó, persze, tudom, hogy 5000-ig falu, de... Azért nem mond már nekem azt, hogy ez falu. Ez egy gyönyörű szép kisváros. Nem lehet elnevezni a várost valahol? El van nevezve, az a játék neve.
Ja, hogy ez a falu neve? Igen, ez egy valós létező ukrán falu. Azt én értem, hogy létezik Magtár. Na, felépült a Magtár. Ide dobálhatsz be potétót, meg vítet, meg buckwheatet. Mindenből jöhet 5000 bele. A tabban nem működik, át kell kattintanom. Tudom már, szerintem ez a játék egyébként a Vityának fog tetszeni. Ő az, aki ilyenekkel szokott megjátszani. Na hát épülnek a házak ott a háttérben, miközben kicsi gazdaságunk kerreg a tél alatt. Dolgoznak a ruhafeldolgozók, ha van éppen elég hempjük, ami úgy látom most éppen nincs, tehát hogy elfogyott. Többet fel tudtunk dolgozni, mint amennyit akartunk. Jó, hagyom, hogy felszaporodjon a lakosság itt éjszakon, ahol kijelöltük a házakat. És akkor utána szépen nézzél, meg fogjuk építeni az új farmot, ami kurva sok favágással fog járni, de ez van. Jó, csináljuk meg, nem tudom, hogy megmerjem-e csinálni a vasat, ami most jelenleg csak minket lát el. Mi a... Nem tudom, hogy megmerjem-e. Szerintem túl bátor lenne, de ez az én véleményem. Viszont a kovácshoz berakok még két embert, hadd dolgozzanak télen a kovácsok. A pénzügyi helyzetet sikerül kicsit stabilizálni, tehát mennénk fölfel, ne felejtsd el, még így is ugye mínusz 40-be vagyunk. 200-ba vagyunk minimum. Mínusz 40-be. Értem, de majd vissza kell adni ugye az ezret. Tehát valamikor le fogja vonni. Most az a kérdés, hogy az időkeretes, vagy hogyha nem tudom, eléred az 1500-at, vagy a 2000-et, akkor vonja le. Nem tudom. Nem tudom, hogy segélyként kaptuk-e. De hitelt írt, tehát... De közben nem írja a hitelnél, hogy kamatot fizetnénk, vagy hitelünk lenne. Ami fura. Na, viszont újabb család költözött be hozzánk. És egyelőre nem nagyon van problémájuk, tehát ha gondoljuk, szerintem meg lehet emelni az adókat, próbáljuk ki. Jött egy kereskedő. A ruhát vinne, meg szenet. Na, a szenet azt fullosan, az 500. Így egymás között szólva, és 4.45.90. A ruhából 50-et tudok eladni. Az nem sok. De több, mint a semmi. Ugye? Csikbaró. Nagyon csöndbe vagy. Mi fogyottál? Gondolkozok, hogy milyen irányba kellene elmenni. Farmot akarok csinálni, ami még több hempet termelünk, mert folyamatosan kell a ruha az embereknek is, de közben meg kéne csinálni a cipőt nekik. A cipőt is meg kéne csinálni, de ahhoz, hogy cipőt csináljunk, itt fog épülni valahol egy Slaughterhouse, tehát egy vágóhíd. Majd egyszer 7 fát kell eltüntetni, tehát azért mondom, hogy most a lakosság növelése zajlik, ami nyilván adóbevételben jó lesz, meg farmolásban nagyon jó lesz, le fogják szedni pikpak, és utána farmot akarok fölhúzni, hogy még több nyersanyagot állítsunk elő nekik, illetve ha majd lesz Slaughterhouse-unk, tehát vágóhídunk, ugye abból lesz bőr, meg hús, akkor tudunk a bőrrel mit kezdeni, de jelenleg nincs vágóhidunk. De neked nézd ma meg, hogy nekik elég jó cucc, vagy túl. Köszönjük szépen, vannak. El vannak. Nem, 20 lehet a maximum, és 12-en vannak.
Úgyhogy én szerintem az jó. Azt a farmot kifullozzuk. Több munkás legyen fixen. Meg ezt a farmot is kifullozzuk. Hogy a farmok maxon pörögjenek. Én szerintem ez az első lépcső. Végre van elég lakosságunk ahhoz, hogyha valahova embert rakunk be, akkor csinálja. És közben folyamatosan ott északon épülnek ám, épül az új házsor. És megérkezett a kereskedőnk, akinek tudunk eladni lócipőt meg szenet, ha bármi kell neki. Á, lócipő, ez az. Van 43 lócipő. Hát nem sokat hoz, de azért hoz. Cipő problémája van az egyik lakosnak már. Tudtuk, hogy lesz ilyen, csak nem akartam elhinni, hogy ilyen hamar. Tehát végül is eltett egy pár év. Ja, maximum elköltözik, és jön a helyére valami szorgos munkás, most mit tudok tenni? Hát, föl kell épüljön a lakosság ahhoz, hogy utána ipart építsek rá. Viszont gondolom én gazdagok. Igen, van 176 putyinkájuk, tehát hogy így... Így egyébként nem lenne gondjuk, csak a cipőt nem tudom pótolni most. Csikbaró! Itt vagyok, nem tudok mit hozzászólni, mindig a pénzügyi dolgot agyalnék, de semmit nem tudok mondani semmit. Igen? Hát nincs ötletem, hogy mit lehetne jelenleg. Ugye a vasakon gondolkoztam a vasas témán, de nem ugye még a napraforgó van, amit ugye korábban mondtam, de az megint ugye... Igen, az van, hogyha jön az ember, akkor lesz izé. Hogyha jön az ember, akkor lesz belőle annyi munkaerő, hogy lerakjak egy farmot, ami hemp napraforgó fronton mozoghat. De megnézed, most van 140 ember, mennyi szabad van? Még nem tudom, elkezdték-e már a vetési fázis, mert ugye... Én nem látnám, nem látom, hogy egyébként elkezdték-e a vetési fázis, tehát ez nem jelent semmit. Tehát, hogy ez olyan dolog, hogy... Hello. Nagyon szépen, köszönöm szépen, hárman vagy pénzt. Köszönöm szépen a támogatást, Géza, köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm. Közben bejött egy ilyen is, nézd meg! Láttad a nyuszikát? Láttam. Én nem tudom, hogy de mindenki azt mondja, hogy ez izé... Ez a nyuszika, ez nem jó fej, pedig kurva jó feje nyúl. Majd csinálnom kell külön nyuszikás videókat nektek. Új család telepedett, lenálunk. Jó, hát itt szépen felépíti ezt, és akkor farmot kell építeni. Hol van ez farm? Tipős családod elment. Majd visszajön más helyettük. Itt lerakunk egy farmot, de forgatom 90 fokkal. Arra felé akarom forgatni. És akkor ott lesznek a farmok. Oké? A favágással vannak a bajok egyébként. Közben a kereskedő jött. Szenet meg lócipőt tudunk adni. Szava. Nem kell neki semmi. 1000 fölött vagyunk pénzügyileg. Igen, sok faszén feladás az jó megdobta. Annyit tudsz esetleg még csinálni, van elég ember, leteszem még egy favágót. De minek? Hát, hogy gyorsabban letermeljék a fákat, és gyorsabban legyenek a házak, mert ott vagy minden egyes házhoz, hogy megcsinálj, 9 vagy 10 fát ki kell vágni jelenleg. Azt mondod, hogy tegyünk le egy favágót, de... Szerintem igen. Maximum akkor később, meg hogyha nem kell, akkor meg kiveszed belőle az embert. Meg az igaz. Jó, forestry. Az a baj, hogy...
Hát ezt erre az oldalra kéne tennem valahol. Jó, és akkor előre vesszük a Forestry-t, a ház után építheti föl. Ja, mert akkor a belső tárolója még valamit felszed, ugye? Igen. Bízok benne, hogy ez valamennyit segít. De egyelőre várom, hogy fölépítsék. Mondjuk a ház az mindjárt fölépül. A házak úgy az erdőbe tettébe kutott? Igen. Az már föl is épült, ott van egy. De majd lesz több is ott. Hát nem tudom, hogy ez a ökrözés hogy működik. De új család költözött be, annak van cipője. Mit szólsz hozzá? Az jó, csak pénzük is legyen elküldjön. Nem lehet, hogy ezeket is külön le kell gyártani? Nem tudom, hogy kell-e legyártani, mert a carpentryben nem látok. Ez inkább a smithing-es téma. De ott se. Nézem, hogy mi van. A dairy az a tejgazdaság, az vajat, sajtot és szmetánát csinál tejből egyébként. Van disznó, de hát nincsen vágóhídunk, meg birkafarm, igen, de mi termeljük. Majd a következő az a tenőri lesz, de ahhoz meg már bark, lime is kell, az meg nem lesz most. Na nézzük, hogy mink van eladni, szenünk meg lócipünk. Az nem kell neki, hogy egyem az uzáját a kereskedőnek. Hát ugye elvileg 300 pluszba vagyunk egyébként, és ez körülbelül az a 300, nem 500 exportunk van, tehát 200 mínuszba vagyunk még így is. A vágóba tettébe ember dolgozni? Nem, mert még most épült meg. De most tettem be embert, van szabad ember volt rá, tehát oda, ezek tudnak menni fát vágni. Úgyhogy most várom, hogy kivágják a fákat, mert mindenhez favágás kell, ahogy elnézem. De minden építéshez. Mindjárt kezdik. Már csak egyet kell. A cipő egyre nagyobb probléma, de hát még vágóhidunk sincsen. Az a baj, hogy a vágóhidat hiába húzom előre. Előre húzhatom. De azzal csak azt érem el, hogy akkor azt az egy fát se vágják ki, úgyhogy inkább így. Mert amíg nincs vágóhidunk, le se tudjuk vágni az állatokat, viszont ezek most már 14-en vannak, lassan túlszaporodnak. Már hogy ilyen nem túl, de szaporodtak. Hát itt nagyon szépen egyébként most relatíve tartja magát a falu. Én szerintem most jobb a helyzet, mint egy-két éve volt, amikor mindenki kaja hiány miatt akart elmenni. Most majd cipőhiány lesz. Most cipőhiány lesz, de amíg nincs vágóhíd, nem tud szaporodni a bőr. Amíg nem szaporodik a bőr, addig meg minek csináljak bőrfeldolgozót. Nem így látod?
minden folyamat halad a maga útján, lépésről lépés. Az a kérdés, hogy egy tehénből mennyi bőr lesz, és egy vagy adott mennyiségű bőrből mennyi cipő. Mert ha egy tehénből egy cipő lesz, az úgy nem lesz nagyon elég. Hát, csak nem. De ezt én nem tudom, ezt a típusú balanszot nem ismerem a játékba, ugye? Hát azt tudom csinálni, hogy a bőr megmunkálás után abból lesz hide, és akkor nekünk ahhoz kell valami... Egyáltalán mit csinálja a cipőt? Azt se tudom, hogy miből készül a cipő. Shoemaker's Workshop, ami a leatherből csinálja, tehát nekünk a leatherig kell eljutni. Van ötleted? Tenőri. Nem látom, hogy hol van, az a baj. A productionből a bal oldalon. Aha. A harmadik. Igen, de ehhez meg kell lime, ami a limestone-ból van, só, meg víz. Na most honnan lesz lime-unk, meg sónk? Hát lime-od a lime bányából lesz, ugye, mert az a mészkő. A barkot azt tudjuk, a só az jó kérdés. Elméletileg akkor sót azt lepárolni kellene, vagy bányászni. Azt nézem, hogy... Állj meg idő. Keresem, hogy a só miből lesz. Saltworks, ami a föld alatti sóbányák volt csinálja. A bizonyos helyekre lehet letenni, jó. Nem mindenhova, de le lehet tenni, szóval azért lehet neki helyet találni. Oké, az lesz a só. A lime az a víz túloldalán van, oda valami hidat kell tudnunk építeni. Hidat kell építeni. Az elméletileg akkor fa az felszívja rengeteg fát. Az a kérdés, hogy kell-e bele szőt. Kell. De nem tudom, hogy miért nem engedi a hidat építeni. Na. Oké, hídépítés, és ezt előre veszem. Van 460 szögünk. Valószínűleg igen. Meg a 25 000 fa az oké. Okay. De dolgoznak a szögkészítők ezerre. Jó, de sok fát vesz föl, az is már előny. Ott épül a hidacskánk. Már amikor építik. Nem is értem, hogy a Margit hídon mit dolgoztak annyit, hogyha ezek ilyen könnyedén építik a hidat. Az is fából készül. Hát... Azt nem tudjuk, hogy miből készült, majd 20 év múlva kiderül. Hogy lehet, hogy fa csak le van festve. A szögkészítők minden esetre ezerrel gyártják a szöget. Hárman vannak és csinálják, úgyhogy azzal nincs baj. Na és akkor az a lényeg, hogy a só megmunkáló az csinál sót, azzal nem kell más foglalkozni, majd embert kell belerakni. Ha a híd megépül, akkor utána kelleni fog nekünk egy bánya rá, ami a lime kön, az quick lime-ot csinál limestone-ból és szénből, az kell nekünk? Quick lime nem. De azt lehet utána föl kéne dolgozni. Lime-ot csinál, quick lime-ból és waterből.
az kell. Ez limestone-ból és szénbölcsinál quicklime-ot, tehát előbb egy lime körn kell. Mert előbb lime bánya kell. A lime-ot mi bányásza? Az. Vagy se tudja, ugye? Bánya. Stone and limestone, igen, stone mining camp. Oké. Okay. Jó, amíg nem tudom lerakni az épületet, amíg a hidat nem építik fa. De épül, épül az. Éppen épül. Épül az a hidacska ott. Mert akkor itt egy lime feldolgozást ugye kell csinálni, és akkor utána fogunk tudni a cipőkészítés felé elmenni. Drága dolog ez a cipő. Abban a korban tényleg drága volt. Hát mert rengeteg szakmának kell összedolgozni, hogy meglegyen egy darab cipő. Bölcsezés régen nagyon nehéz maló volt. Jó bűrös. Hál' Istennek a számítógépes játékoknak nincs szaga. Még nincs. Azt mondod, hogy még? Moziból is hiányom a szagos filmek. Az van már. Igen. Befújnak jobbról-balról ilyen olyan. Aha, 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 szél, vízpermet, szagok, 4DX a Westendbe van. Az már jó. Meg rázzák a széket, én hullámvasutas mozinak hímom. Vesekővel be lehet menni az a végére. Abszolút, mert az nem marad benned. Hát mi a feláldozhatóknak talán második részét néztük meg annak idején. Aha, elfogyott a szög a híd vége felé. De rajta van a rendszer. Csinálják. Igen, mert szögből nem raktáraztunk be. Ura, nem is minden nap építesz hidat. Jó, beállítottam egy 1000-es raktárat rá, hogy legközelebb már legyen. És van annyi vas is hozzá? Azt nem tudom, hogy van-e annyi vas hozzá, de tök mindegy, mert szögi alakíthatja, azzal nincsen bajom. Na nézzük a kereskedelmet. Azt mondja, hogy textil 110, ruha 130, meg van lócipő is. Na, ez ruhát, textilt, az fogad. Hogy volt textil 110, ruha 130, ruha 130, textil 110. Kezdésnek jó. Kész a fahíd. Tehát akkor lerakunk egy kőbányát. Igen, így. Aztán a kőbányából, ami kijön, a limestone, azt, vagy ez nem, ez limestone szed ki, és ez szénnel kiégeti ez az épület quicklime-á, és utána quicklime-ból és vízből lime-ot készít. Ez az épület. És azt a vizet is előre lehet venni. Mert csak elfelejteni lehet. És akkor abból lesz a lime. Itt lesz a só. Lime-unk, sónk, bárkunk, meg hide-unk lesz. Főleg, ha a Slaughter House-ba, anyád. A Slaughter House-ba rakok embert. És kijelölök itt vágásra az öreg bikákat leginkább. Ugye? Az öreg fiúkat kell kijelölni.
Majd a gyümölcsös kertet nézd már meg, hogy azok elszáradtak, hogy miért olyan barna alattuk a talaj. Nem, mert ez a textúrája a másiknál is. Semmi baja nincsen, már termelünk almát. Jó. Három év után, az jó fa. Hát kérek én is. Igen, a hídépítés az rendes mennyiségű faanyagot felszippantott, és ez nem hatotta meg az erdészetünket. Nem, de ugye a csárkógyártás, meg a tűzifogyártás is folyamatosan zajlik, mert ugye az kell. Persze. A lakosság használja a tűzifát. Meg ugye időnként épületeket is felhúzó. Jó, hát egyelőre a limestone-t megpróbáljuk kiaknázni. Csinálgatják itt egyébként az új farmoknak, a lakóépületeinek is vágják a fákat folyamatosan. Azt nézem, hogy a Weaver nem dolgozik. Miért nem dolgozik? Ja, mert november van. Jó, ilyenkor ne dolgozzanak a farmok. Oké. Oké, lócipő, szén van, más nem nagyon. Oké, lócipőből az 52-es igényt egy az egybe ki tudjuk elégíteni. Nem kell neki más. Lime-ot is el tudjuk adni egyébként. És jó ára van, mert ugye a fejed pont kitakarja ezeket. A lime-nak az ára? Az 0,2 per egység. Az. És ezressével vinnék. Annyit fizetnek érte, mint a textilér. Hát majd kiderül, hogy mi lesz. Még olyan 35 fadnak ki kell várni. Hát közben épülgetnek a házak, hogy legalább az adóbevételünk azt tudjon nőni. Hát télen az a baj, hogy már nem nagyon tudnak mit kezdeni magukkal, ha jól sejtem. Bocsi, azt mondjuk, hogy befagyott folyó. A folyó nem látom, hogy azon átjárkálnának, ha be van fagyva. De hát akkor minek építenék hidat, hogy csak azért, hogy ezért évente egyszer áthozzuk a limestone-t, nem kéne híd. Ez új gyerek született. Ah, yeah. Menedzseljek automatikusan az évszakos. Ezért most felvettem egy tanácsadót. Ekkora falu menedzsmentjéhez már kell egy tanácsadó. Jó, hát telik a tél. Építés van, tehát nem unatkoznak. Úgy látom, hogy nagyon gyorsan fölgyűltek itt a faanyagok, meg mindenféle.